12 szakmában 77 mesterlevelet vehettek át a sikeresen vizsgázott szakemberek decemberben a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Ezzel együtt idén már 100 mestert neveztek ki a megyében, az elmúlt 5 évben pedig 720-ra nőtt az okleveles szakemberek száma. 2011-re kitűztünk célokat és feladatokat, és majd, amikor végezzük a számvetést, azt látjuk összességében, amit szeretünk elérni, többé-kevésbé sikerült. Egyrészt ez jelenti azt, hogy nekünk alapvető érdekünk, hogy lehetőleg, tehát a különböző fórumokon, a különböző testületekben próbáljunk olyan javaslatokat tenni, amely szolgálja az összvállalkozó érdeket. Hisz nekünk, mint kamara, egyik fontos feladatunk az is, hogy a vállalkozóknak a helyzetén, ha úgy tetszik, tudjunk javítani, ami egyrészt jelent megfelelő információt, jelenti azt, hogy a jogszabályoknál tehetsük ki, mi a vállalkozóknak az érdeke, segítsük a piacra jutásukat, segítsük a pályázatokat, adjunk nekik tanácsokat. Ebben a dologban jó kialakult dolgaink vannak, hisz nagyon sok rendezvényt adunk kamarába, amely elsősorban, hogy mondjam azt, hogy főleg a kisvállalkozóknak jelent egy segítséget. A kisvállalkozások számára tartott kamarai eseményeken az adózás és a fogyasztóvédelmi kérdések kerültek elő a legtöbb esetben. Pekú László azt mondta, ezek a rendezvények is hozzájárultak ahhoz, hogy a vállalkozások egyre jobban teljesítsenek a megyében. Az elmúlt években a megye fejlődött. A megye fejlődés alatt értem azt, hogy értem a lakosságot, és világos értem a vállalkozásokat is, hisz ma már, ha megnézzük a megyei számokat, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb vállalkozás árbevétele, eredményessége javul, és nagyon-nagyon pozitív szám az, hogy ma már a megyében nem arról kell beszélgetni, hogy sok a munkanélküli, hanem arról kell beszélgetnünk, hogy lehetőleg a közmunkából is minél többen kerüljenek át a versenyszférába, a piaci területre, és szükség van a munkaerőre. Míg korábban a munkahelyteremtés volt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara legfontosabb célkitűzése, addig mostanra a szakember hiány vált a legnagyobb problémává. Van egy fontos területünk, ez a szakképzés. A szakképzés egy olyan terület, ahol látjuk azt, hogy soha nem lettünk elégedettek. Ez a kamara részéről jelent egy feladat, jelent egy munkát, önmagában ez a kamara kevés. Hisz ahhoz, hogy a jövő szempontjából a szakképzésnek a színvonala javuljon, ez mindenképpen arra lenne szükség, hogy mi oda kerül a gyerek a szakmunkás képző intézetbe, akkor legyen egy olyan felkészültsége. Sajnos ma az a tapasztalatunk egyértelműen, hogy a szakképzés mennyisége, minősége is gond van. Tehát ez egyrészt azt jelenti, hogy több gyerek kellene az egyes szakmákban, másrészt pedig jó lenne, hogy olyan alapokkal mennek, és úgy kerülnek ki, amely azt jelenti, hogy kikerülve az életben igenis jól fel vannak készülve. Világos, ezt szolgálja többek között a szakközés a módosítása, a változás is. Bízunk benne, hogy ennek eredményeképpen lesz egy javulás. Önmagában nagyon jó dolog az, hogy lesz az 5 éves technikus képzés. Pekó László hozzátette, nagy kihívás a kamara számára, hogy minél több fiatal kerüljön a szakképzés rendszerébe. Ehhez azonban szerinte szükség van a jó szakmunkás tanulók támogatására, anyagilag is érdekelték kell tenni őket, hogy a pályán maradjanak, valamint a szakoktatókat is jobban meg kell fizetni.